Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Strategic Command World War II World at War folytatása a japán menetünkkel. Lássuk, mit tesz a német. Megpróbálja levadászni, egész sok sikerrel egyenlőre. Hát azt már csak kiszedi. Ha más nem a tenger alatt járóval, ezt muszáj volt szállítani, nem lett volna elég, ha lesétál. Az olaszországi erődök építője. No, de hát ez van. Bár mondjuk olyan sok hajója nem maradt, úgyhogy lehet, hogy elfogytak a hajói. Azzal meg inkább ide jön. A frász tudja miért. Ahelyett, hogy kivégezni azt a szovjet hajót. Nagyon szeretné Rigát, de nem kapja meg. Na itt a gond. Ebből könnyen lehet egy elveszett tank. Nagyszerű. Hát ha nem is semmisítette meg, bár mondjuk az olasz tank az besompolyog. És azért nem olyan nagy kár, ha az vészel. Az belefér. Nekem. Meg a németnek gondolom főleg. Na, jó lenne, ha azt a zárványt föloldaná. Csak sikerült, úgy látom. Még ha nem az egészet, de a másik az már tényleg olyan, hogy egy kör is leesik magától. No, hát nem száguldott mélyen, de nem is kell, akkor a tél talán nem érinti olyan rosszul majd a németeket. Ami egyébként nem olyan nagy baj. Hát remélem azért valaki be tud menni majd abba az atomírba. Hát, megoldotta előre az ügyet. Az mindenkinek előnyesebb. Van még egy... volt, csak nem elég. Ez egy kicsit merész ott Minsknél. Egy kicsit merész. Ha nem kapkodja el. No, csinált magának helyet. Nem biztos, hogy azzal kellett volna lépni, de... most már mindegy. Majdnem ki van végezve az az egység is, bár jobb lenne, ha ki lenne. Ütve teljesen. Na, átkelt a folyón. Lendületből gyakorlatilag. Megint nem volt szerencséje, úgy látom. Cserébe mondjuk ezt a vonatot elvágta, az mindig jó. Nem jött be. De hát, ha egyszer még mindig nem húzta fel a jugoszláv egységeket, vagy... nem is tudom, milyen az. Azt hiszem jugoszláv, de nem biztos. Helyes. Szevasztopol elvágva. Bánya megszerezve. Az abszolút kellett az az ugrás. Kissé merész, ahogy itt halad előre. Nem olyan nagyon, de egy kissé merész.
Még annak nem örülök, hogy Vilniuszt úgy látom átadja, visszaadja egy gyors elfoglalásra. Valamivel azért lépjen bele. Az egy kicsit barátibb lenne. Az mókás, ahogy a hákuk védelmezik itt Odesszát. Lehet, hogy lehetne értelmesebb lépést elkövetni. Bukarestet még annyira fenyegetett frontnak tartja, hogy ott tart egységet. Budapestet meg már üresen hagyja. Bár azt rendszeresen üresen szokta hagyni a gép, úgyhogy lehet, hogy az csak valamilyen listán nincs rajta, ahol rajta kellene lennie, hogy az egy védendő város. Rendszeresen csak akkor védi meg, amikor már majdnem elfoglaltuk. Vagy akkor se. Ami sajátos módon a történelem ellentétje. Lovasság, hát az kellett nagyon a német haderőnek. Hát ez benne volt sajnos. Talán nem vészel, azt azért kár lenne így eldobni. Elvileg a következő körben meg lesz Burma. Ho-ho-ho, spanyol jön! Ahhoz képest, hogy ennyire nem sokat raktunk bele. Oké. Grandatak 1. Hát nem kapkodtuk el vele az időt, de megjött. Csak megjött. Na lássuk, mire megy. Ellenfeleink maradványai. 8-ra húzza, az egy kicsit túlzás. Az egy kicsit nagyon túlzás nekem. Hogy 2-ről vagy 1-ről 8-ra fölhúzza csak úgy. Amivel nagyon eltűnt így, csak azt tudom mondani, hogy ebbe az irányba indult. De ki tudja. Még egy tank, egy új, friss, nagy tank. Meglepő. De akkor ennyivet lekötöttünk. Azért egy nagy... Az egyik leghasznosabb egységét megettük a szovjeteknek. Ami akár útban lehetne a németek felé. Ez bőven-bőven megéri, úgy érzem. A jelenlétünket. Ráadásul nem ilyen rossz itt az ellátvány mindenkinek, szovjetnek is, meg lehet, hogy meg tudjuk rácsálni azt a nagy tankot. Főleg, ha el tudjuk esetleg vágni, az még nagyobb fogás lenne, hogyha ellátványon kívül tudnánk kiütni. Az bizony még nagyobb fogás lenne. Hát Rommelnek sok esélyt nem adok. Ugye itt 2-3 egység is van. Vagy volt. Vagy lesz. Oké. Jelőre Rommel hatékonyabb, mint a hadserege volt. Ami meglepő. Pisztollyal többet ért el, mint egy tankhadosztállyal. Transportok. Hát jó lett volna látni, hol. Gondolom, a különféle szigetekre száguldanak a amerikaiak. Érkeznek. Húj, de nem kevesen. Mondjuk inkább ott legyen, mint a fővárosnál, ahol útban is lenne.
Jó, itt se fog örülni az az egység neki. Nem 3-4 indiai egység legyőzésére készült egymagába. Azt meg tudom mondani. Ez a társa az meg ugye a másik várost védi. Ilyen sokat nem tudnak mocorogni. Főleg a dzsungelben. Még ha merek velük lépni is esetleg. Az le is esik. Az is egy megoldás. Franco küldi a saját erőit. Na, legalább jól felszerelte, egy sok tapasztalattal bír, de mondjuk fél HP-n áll, úgyhogy az a tapasztalat el is fogy a feltöltés közben. Ennyi erővel akár lehetne nulla tapasztalattal is. Teljes értékű. Na de... ahhoz képest olcsón megúsztuk szerintem. Finek nem nagyon erőltették meg magukat eddig. Ami mondjuk hiteles. Megjött a Yamato! Megjött a Yamato! Na lássuk! Van egyszer három. Még egyszer három. És kiütve. Oké, téged fölhúzunk. Hát igazából lépjen be és majd ott kiszáll. Ezzel nem kell cifrázni tovább. Az is Burma, úgyhogy azt a kikötőt is megszerezzük. Hát egy ingyen pofont ígér. Az mindig nyerő. Azt mondja három, azt mondja három. Hát ez egy érdekes csere, helyzet, mi egyéb. Na ez araszoljon előre. Majd ide kell egy, meg ide kell egy, meg ide kell egy, meg mindenhova kell mindenki. Itt úgy látom, jó néhány kell majd. Ezt, azt a 60-at megadom, itt a 100-at már nem annyira akarom. Főleg, hogy a fele annak a mozgás, annyit nem ér meg, annyit nem akarok befektetni ebbe. Ja, hogy ez nem annyira. Hát akkor... akkor legalább a nagy részét fölhúzzuk. Ennyivel beljebb vagyunk, nem sok. Az valami vadász, majd egyszer megy valahova. Kettő-kettő nem a legjobb, de vállalható.
No, hát halad, ahogy halad, nem jó, nem gyors, de van. Eset száguld, a fene vigyel. Na jó, akkor ezt lehozzuk, hátha ezen múlik, hogy lesz még egy. Jó lenne ezeket transportba rakni. Én nem tudom hova. Meg mondjuk ezt is jó lenne transportba rakni. De az biztosan nem fog. Annyi most nincs. Annyi fölös erőforrás. No, hát lássuk. 13. Akkor legalább az egyiket elindíthatjuk. Akkor nem is kell ezen cifrázni, mert olyan messze van, hogy még így se érünk át. Ez egy abszolút majd egyszer tempó. Annak ott midvéjem, pedig jó lenne elcsípni. Ha már. Guam viszont üres. Úgyhogy akkor foglaljuk el Guamot. Onnan elvitte a repülőt, ezek szerint. Jó. Hát majd ez lecsurog oda. Most már itt kezdenek rendbe jönni a dolgaink, úgy sincs rálé. Úgyhogy ilyen szempontból meg tök mindegy. Ezek lassan-lassan érkeznek, hát a HQ egyre inkább kellene majd hozzá, de hát az a majd egyszer. És jelenleg itt tartunk. De hogy ez egy medium bomber, az nem olyan nagyon hasznos tengerészeti felderítésben. Az nem annyira hasznos ez ügyben. Ez lassan csurogjon fölfele. Azok meg egyelőre akkor pihenjenek, mert úgysem tudom feltölteni őket. Viszont volt egy spanyol siker. Német részről. Úgyhogy abba fizessük vissza. Hát majd azt a hármat, azt hiszem visibe illene majd betennünk. Ja, hát majd ha egyszer ráérek. Majd ha egyszer ráérek. Most hoztunk egy Burmát. Azzal gyakorlatilag befejeztük a foglalásainkat. Erre nem akarok rámenni, azt meghagyom nekik. Hadd fizessenek ők morálisan érte. És akkor én majd felszabadító lehetek. No. Ez a legtöbb elég így ér. A legtöbb elég így ér. Még tölteni se tudok. Jaj, de jó.
Mondjuk. Ez azért haladjon tovább. Igazából ezek is. Mivel bejjebb vagyunk, akkor ezt legalább látjuk, merre van. Ó, és megvagy. Megvagy. Csak nem sokat megyek azzal, hogy megvan. Most meg már nincs meg. Vannak itt tiszta időt adó, hogy az maga kikötőbe. Viharba van, akkor azzal nem vagyok előrébb. Ennyit tudok tenni, hogy lejjebb csurog. Meg ez is. Meg igazából most már ez se kell ott. No, hát, hajrá! Egy burma megvan, az azért nem rossz. Majd meglátjuk, mit foglalunk itt el, mit kapunk meg, mit vesztünk el. De főleg, hogy megmentettük a kelet-indiai egységet. Ezzel, ha minden igaz. Meg nem buktuk be a burmai akciónkat, csak nem volt túl sikeres. Cserébe lassan fölálltunk az indiai erők ellen. Nem volt tervben, hogy ott egy komolyabb haderőt kipakolunk, de úgy alakult, hogy lett. Egy komolyabb erő. Megtaláltuk. Hát ezzel nem vagyunk előrébb. A legcsekélyebb mértékben se. No, és akkor folytatódik a téli hadjárat. Hát ez inkább csak esős hadjárat, nem tél. Ilyen igazi havazásokat most nem látunk. Hát ez a rigai akció, ez igencsak gyér. Rengeteg erőt tud behozni, kivinni. Az a lovasság az nem is volt olyan reménytelen. De mondjuk hasznosnak sem mondanám. Megszólaltak a katyúság? Kijevnél. Na most jön ki az, hogy kicsit sokat várt. Még nagyon jó időben haladhatott volna, de hát... Egyelőre, mert még fene tudja. Az a Kijev meglepően jól halad eddig. Megvan. Csak be kell valamivel sétálnia. Jobban áll Kijevnél, mint Rigánál. Nagyon remélem, hogy nem hagyja üresen. Nem az jött ki, hogy nem tud belépni se oda. Az azért nagyon gáz lenne, hogy kiüti az egységet, majd nem tud belépni. Pedig előfordul. Hát félek, ezt feláldozza. Jó, nem elfoglalta azért Kijevet valamivel. Próbált itt egy újabb bekerítést létrehozni. Nem tudom, hogy tudatosan vagy csak, hogy így sikerült, de... nagyon rizikós. Nagyon-nagyon rizikós.
az ilyen körbekerítési kísérletekből lehet jól elveszteni egységeket, ha aztán nem jön ki jól. Hát, elsőre nem tűnt annyira erősnek az a északi vonal, de most úgy látom falként fölállt. És amíg Rigával próbálkozik hosszasan, addig nem valószínű, hogy meg lesz. És hát a tél során a repülők nem sok hasznot hoznak itt. Maradjunk ennyiben. De azért, amikor négy tenger alatt jár új csörög a útvonalon, akkor azért reménykedhetünk némi elszívott gazdaságban. Kap még egyet, de ez, ha minden igaz, az utolsó lesz. Guam. Guam ide-oda. Kijev, szovjeteknek. Burma megadja magát. Na, még egy egész szép szerzemény is. Újabb hajó, mert muszáj. Suez, hát ez van. Így jártunk. Mindenki azt mondja, hogy végtelenségig kitartunk. Ugye elvileg most lenne csak a Pearl Harbor-i akció. Vagy az előző körben valahol most lett volna. Argentínát behúzzák maguknak. Támad. Na, de akkor legalább befizette itt a zsetont. A város elvesztése előtt. Az a legjobb nekem. 80-at fizetett valamiért, amiből kap egy vagy két akciót talán. Azt jól vesz, jónak vesszük. És megharap. Mondjuk messzire nem ment. Legalább az a rész megvan. Na, és akkor ott Kijevnél úgy látom föladta a területeket, ami azért jót fog tenni. Helyes, visszaviszi a nagy tankot. Akkor azt most sokat kétszer szállította, és nem csinált semmit vele. Itt meg berakott egy friss nagy tankot. Vagy most hozta, vagy mit tudom én. Az nem egy jó ötlet, úgy vélem. A majdnem garantált elzárt egységcsomagba. Na és Vlagyivosztokot nem tudja felhúzni teljesen, vagy kifogyott a léből, vagy ellátmánygondok, mind a kettő jó hír. A szovjet gazdaság azért nem igazán fogja ezt tartósan bírni. Ha tudom tartani azt, hogy én a tizedét elveszem területben, negyedét elveszem harcban, és a német még jön. És onnan szerzek még esetleg egy-két várost itt-ott. Úgyhogy látok esélyt arra, hogy jól jövünk ki ezekből. És az nagyon megnyugtató, hogy
az etióp akció az még mindig tart, hát az észak-afrikai az sajnálatos, hogy bukta. Ott lett volna a nagy-nagy siker, ha egyszer véletlenül összejön. De hát nem várhatjuk el. Azt továbbra is csak feltölti. Az nem csinál semmit. És nem ért be a városba. Akkor van esélyem az olajkutat meg a várost megvédeni még. Betörtek a finnekhez. Finnek, csináljatok valamit, mert ez nektek nem jó. Ez nektek nagyon nem jó. No, taktikusan elvágatta magát. Gratulálok. Ó, az jó, tehát föl tudta tölteni, majd ellátmány hiányában veszít. Az egy olyan reális opció. Hát ott nem valami nagyon gyanús dolog történt. És megjött a tél. Na, nem egy jó hang. De nem is volt olyan vészes. Sokkal-sokkal rosszabb is szokott ez lenni. Ennyi egy sikeres, jó, mély Szovjetunióba való behatolás után. Hát, egészségére. A nehéz tankokkal. Oké. Minél jobban vágjuk ezt az egységet el, ha már itt van, akkor azt pusztítsuk ki. Ha már így sikerült. No, és akkor ezt a transport most már nem kéne megvárakoztatni. Mert az nagyon is jó helyen van. No. Üssünk egy kettőt. Vagy amennyit. Nem fejleszteni akarom, hanem felhúzni. Szeretném fejleszteni is, de... Arra most nincs erőforrás. Na hát a kettő az nem jött be. Nekem. Egy-egy az annyira nem jó, de hát...
De hát... De hát... Na és akkor megvan Vlagyivosztok. Arra gondolom kell majd egy egység. Igazából maradj rajta, aztán majd lesz valahogy. Azzal járok a legjobban. Megint menekülni tud. Természetesen megint menekülni tud. Mi mást tudna? Meg nem kapjuk meg az egyet, amit ígér. Azt hiszem ki lett lőve, kis küzdelem árán, vagy nagy, de azért mindenkinek hasznos, ha levadáztuk azt a nyomajást. Itt az én zónámba. Ha majdnem ezt ígérted, csak nem. Se baj! Ez egy ilyen fontos, de igazából másodlagos front. Innennel együtt körülbelül ennyit kell tennünk. Nyilván jó lenne több. De egyenlőre ennyi fér bele. További erők érkeznek. Te meddig érsz el? Kicsit rizikós, de azért megkockáztattuk és sikerült. Nem buktuk be. Ami örömteli. Hát ezt majd egyszer kihozzuk. Újabb transport. Viszonylag szabadon küldhetünk, mert kilőttük a veszélyeztető erőt. No.
Yamato. Hát ti meg lassan szivárogtok majd. Az indiai hadászathoz. Nem annyira, inkább a repülőt szeretném föltölteni. Az picit hasznosabb, bár lehet, hogy előtte kellett volna a hajót, ha már. De fene tudja, hogy jobb, hogy nem jobb. Jó, hajót fölhúztuk. Az mozgott, úgyhogy azt nem tudjuk húzni. És akkor diplomácia a visibe. Ezúttal befizetjük. Ezúttal megadjuk a németnek azt, amit a holland Kelet-Indiában visszaadott nekünk, azt most visszaadjuk. Ha behúzzuk a visit, viszonylag hamar, az azért hasznos lehet. Egy visi és spanyol behúzása még a 42 során, az nagyon jót tenne. Úgy vélem. Tudunk-e, és főleg kell-e valamit tennünk? Ez majd egyszer jön. Egyelőre azt hiszem megtettük, amit lehet. Nem hasznos, nem sok. De ennyi fért bele. Azt hiszem ezek a repülők most elindulnak egy kicsit India felé, ott rövid távon hasznosabbak lehetnek, vagy hosszú távon is akár. Ezek most itt nem túl hasznosak voltak, maradjunk annyiba. Jó, azt azért egy kicsit húzzuk fel. No. Itt jó lenne mindenkit fejleszgetni, de hát na. Annyit lehet, amennyit. Egy pofoszkodásra jó voltunk, de csak ennyi. No, legalább nem lesz teljesen védtelen ez a zóna, mert itt előbb-utóbb azért fölbukkan egy komolyabb légierő, de az majd legközelebbre, mára ennyi.